A tanévkezdés előtti napon még egy utolsó értekezlet zajlott a Banyári Petőfi Sándor Evangelikus Gimnáziumban. Itt általános és középiskolás osztályok is működnek. Így szeptember 1-én pénteken több mint 1200 diáknak csengettek be az intézmény falai között. Általános iskolában 3 bejövő osztályunk van, a gimnáziumban 6 bejövő osztály, nyilván benne vannak a kis gimnazisták is. Évnyitó, illetve hát nálunk vasárnap lesz a gimnáziumi részen a vasárnap délután az évnyitó, istentisztelet, és hát hétfőn kezdődik meg a munka dandárja mindegyik tagintézményben. A kollégák nagy várakozással érkeztek, ugye hát az idei nyáron is azért történtek felújítások, próbáltunk épülni, szépülni, ugye technikai hátteret megteremtsük, és hát izgalommal vették birtokba az új felújított tantermeket. Várták, most jelen pillanatban egy volt öreg diákunk, Steigerwald Krisztián is csapattal tart egy előadást, itt kommunikáció a különböző korosztályok között, kiégés ellen is, egy ilyen megújítási lehetőségek, hogy hogyan lehet, hiszen nem elég a tárgyi feltétel, azért itt a technikai mellett az emberi még fontosabb. Hál' Istennek nálunk minden pozíció be van töltve. A diákok ettől a tanévtől kezdve már egy új tantárgyat, a digitális kultúrát is elsajátíthatják. Az intézményben egyébként mintegy 130 tanár dolgozik. Vannak óraadók. Általános iskolában 55, a gimnáziumban 75, ebben benne vannak a kollégium nevelők is, a létszám, és ezen kívül még ugye 8 óraadó van. Itt ugye a hittanórákról beszélünk elsősorban. Másnap végül 8 órakor becsöngettek az ország valamennyi oktatási intézményébe. A helyi Széchenyi István általános iskolában volt, aki kicsit még megszeppenve érkezett élete első tanítási napjára. És vártad már a Nem vártad. Jobb lett volna még játszani. Még már csak egy gyors öleléssel búcsúzott. Itt összesen 40 elsős kezdte meg a 2023-24-es tanévet, mondja az igazgató. Augusztus 31-én megtartottuk a tanévnyitó ünnepét, ezzel kezdetét vette a 2023-2024-es tanév. Összesen 557 tanulóval indulunk el. El lehet mondani, hogy 22 általános iskolai osztályunk van, és 4 gimnáziumi osztály. Az első osztályt azt 40 tanuló kezdi el, a gimnázium pedig 32-en kapcsolódnak be a képzésbe. Üdvözöllek benneteket a legelső iskolai napotokon. Ki tudja, hogy milyen nap van? Péntek! Péntek, szeptember 1-e. És hányadikosok vagyunk? Első C! Az első napok ilyenkor még az ismerkedés, a ráhangolódás jegyében telnek. Osztályfőnöki órákkal kezdtek a diákok, ahol bemutatkozhattak a tanítóknak, társaiknak, és persze szemügyre vették a tankönyveket és az órarendet is. Személyiség függő, van olyan, aki fél óra után úgy jár ide, mintha itt született volna, van olyan, akinek pedig több idő kell. Én azt gondolom, hogy a pedagógusok ebben segítenek, és próbálnak olyan hangulatot, légkört teremteni, hogy egy-két héten belül mindenki megszokja az iskolának a hangulatát. A tanév első szemesztere 2024. január 19-ig tart majd, az utolsó tanítási nap pedig június 21-én lesz.